Kolozsvár Erdély fővárosa. Kulturális, társadalmi, egyetemi, regionális politikai értelemben egyaránt, de ennél sokkal több. A magyar sport fővárosa is. Legalábbis az volt valamikor a 20. század első felében, amikor nem kisebb sportembereket nevelt ki, mint Somodi István magasugró, a magyar atlétika megújítója. Somodi István karrierje egyedi a magyar atlétikában. Ő volt a magyar magasugrás megreformálója, aki saját ugrási technikát fejlesztett ki. Ez lett a későbbi flop technika elődje. Somodi István nemzetközi sikereinek köszönhetően írta be magát Kolozsvár az egyetemes sportéletbe. Somodi István 1885-ben született Kolozsváron. Édesapja jó nevű református ügyvéd volt, így természetes volt számára, hogy fiait a református kollégiumba iratja, ahol magas nívójú sportélet zajlott, ugyanakkor a szellemi életre is nagyon nagy hangsúlyt fektettek. Az ifjú Somodi István sport tehetségét mellett olyan talentumokat is kamatoztatott, amelyek később a jogi tanulmányok felé vezették útját. 19. század utolsó éveiben a közoktatásban is egy modernizáció érződik, ekkor kezdenek a kolozsvári intézmények tornatermeket építeni. Jelenleg a református kollégium régi tornatermében vagyunk, amely 1900-ra készült el, és amely az akkori városnak, Kolozsvárnak a legmodernebb tornaterme volt. Itt alkalmazza a református kollégium Varga Sándort, azt a fiatal testnevelő tanárt, aki nagyon hamar felfigyel Somodi tehetségére, és akinek irányítása alatt Somodi igazi világklasszis lesz. A Somodi sportpályafutását meghatározó kolozsvári helyszínek közül megemlíthetjük a sétateret, a református kollégiumot és annak sportpályáját, a sétatér végén elhelyezkedő sporttelepet, amely ma már modern sportarénának ad otthont. Utolsó állomása pedig a házsongárdi temető, az erdélyi Panteon, ahová 1963-ban helyezték örök nyugalomra. De hosszú volt az út a Panteonig, nagyon sok sikerrel, majd pedig az elszegényedés és a feledés fájdalmával. A református kollégiumnak az udvarán vagyunk, ahol a 20. század első éveiben igen magas nívójú sportélet zajlott. Itt nyerte Somodi első versenyeit, itt lett igazán jó korcsolyázó is, hiszen rendszeresen télen korcsolyavetélkedőket rendeztek ezen az udvaron. Érettségi után is gyakran visszatért a református kollégiumhoz, hiszen tornatanárával, Varga Sándorral igen jó barátságot ápolt. Az új kollégiumtól egészen a tornateremig kiváló sprintpálya állt rendelkezésre. Ugyanakkor távolugrásban és magasugrásban is be lehetett rendezni az edzésterületet, és barátja Varga Sándor tornatanító szemei előtt mindig nagyon szívesen dolgozott. Varga Sándor tornatanár megrendezte a kolozsvári református diákok testgyakorlók körének torna ünnepélyét. Ez volt az a verseny, ahol felfigyeltek rá. Megnyerte a síkfutást, a távolugrást 602 cm-es eredménnyel, valamint a magasugrást 172 cm-es ugrással. Erről a versenyről később így nyilatkozott. A riválisok és maguk a versenybírák kissé tamáskodva figyelték mozgásomat, hiszen fizikumom csöppet sem sejtetett jó atlétát. Igaz, eredményem elmaradt az országos rekordtól, és ma már mosolyra fakaszt, de a 172 cm-rel akkor még országos versenyt lehetett nyerni. Én annyit ugrottam, s ez a szezon eddigi legjobb eredménye volt. Ettől kezdve figyeltek fel rám. Kolozsvári sétatér a város sportéletének a központja volt. Volt itt tó, ahol lehetett korcsolyázni, nyáron csónakázni, itt volt az első atlétikapálya, itt volt az első kerékpárpálya, ide épült a stadion is. A 19. század végi, 20. század elejei sportéletnek egyik jellemzője volt az úgynevezett allroundság. Ez az angol fogalom azt rejtette, hogy a több sportágat, illetve egy sportágnak több különböző próbáját űzték az akkori sportolók. Különösen érdekes volt, hogy az atléták és számos más nyári sportot űző sportoló télen legjobb edzésnek a gyors korcsolyázást találta, illetve a műkorcsolyázást. Módos családból származva, családjával, három testvérével ide jártak rendszeresen korcsolyázni hetente kétszer. Itt került kapcsolatba a korcsolyázással, itt születtek meg első korcsolyázó sikerei, amikor már gyerekversenyen különböző gyors korcsolya távokon
győzni tudott. Később pedig nagyon szívesen tért ide vissza, hiszen téli edzésként itt szeretett ugrani távol, neki futásból a jégen 4 méter 92 cm tudott ugrani. Érdekes volt abban az időszakban az a ruházat, amellyel egy fiatal egyetemista kijöhetett télen, hiszen ilyenkor nem hiányozhatott az ing, a kalap és a megfelelő zakó is. Egyetemistaként 1903-ban lett tagja a kolozsvári egyetemi atlétikai klubnak. Ekkoriban két versenyszámban, magasugrásban és távolugrásban érte el kimagasló eredményeket. Elsősorban az ő sikereinek köszönhetően rangsorolták a klubot a vidék első három legjobbja közé. Ennek ellenére nehéz körülmények jellemezték a versenyekre való felkészülést. 1904-től Somodi átigazol a Budapesti Egyetemi Atlétikai Klubba, ahol igazán magas nívójú edzés folyt. Míg Kolozsváron a sportolók általában autodidakta módon könyvekből tanultak bizonyos speciális mozdulatokat, addig Budapesten egy teljes edzőgárda foglalkozott a legjobbakkal. De ennek az átigazolásnak az igazi nagy sikere a Gönczi Lajossalhoz fűződő barátság volt, hiszen az akkoriban már pályája második felén lévő magasugró igen szoros barátságot kötött a fiatal Somodival, nagyon sokat tanította, az öreg Göncitől pedig nagyon sokat lehetett tanulni. Ennek eredményeként 1906-ban 21 évesen beválogatják abba a szűk keretbe, amely elutazhat az interim 1906-os athéni játékokra. Ennek a játékoknak az érdekessége, hogy rendeztek még olyan próbákat is, mint helyből távolugrás, helyből magasugrás. Somodi ezekben igen szép eredményeket ért el, egy hatodik és egy nyolcadik helyjel tért haza, tehát két döntős helyezése is volt, emellett magasugrásban nem jutott döntőbe. Sikerére felfigyeltek a szakértők, akik közül Spiedl Zoltán sportújságíró így értékelte Somodi eredményeit. Somodi tavaly kezdett szerepelni, és már is 647 cm-es eredményt tudott elérni. Tekintve ezt a körülményt, meg azt, hogy Somodinak tavaly nyilvános versenyen egyetlen egy ugrása sem volt kevesebb, mint legalább 610 cm, amely ugrásainak biztonságát mutatja, arra engednek következtetni, hogy ő van hivatva arra, hogy új magyar rekordot állítson fel. Ambíciója garantál arról, hogy stílusát tökéletesíteni fogja. Az 1906-os athéni olimpia után Somodi István visszatér Kolozsvárra, és a KEAC atlétájaként versenyzik tovább. Ekkor már kifejezetten a magasugrásra helyezi a hangsúlyt. Próbálkozik, majd végül sikerre viszi a mai flop nevű technika elődjét, amelynek első alkalmazója és kitalálója ő maga volt. Az 1896-os olimpia után minden nagyobb világversenyen Magyarország ott volt a legjobb magasugróival. Igazi magyar ugróiskola alakult ki, amelynek jeles képviselője Gönczi volt. Gönczi Lajos, ő volt az első, aki úgynevezett magyar technikával ugrott. A magyar technikának a lényege, ahogy akkoriban ugrottak, rengeteg minden erőn múlott. Eldobbantottak, és valamilyen módon átfordultak a lét fölött. Nem számított az, hogy hogyan is mentek át, hanem a rengeteg erő, bedobott erő volt a nagyon fontos. Somodi ezt a technikát megújítja. Eleinte ő is Göncitől tanulva a magyar technikával ugrik, de végül rájön arra, hogy sokkal hasznosabb és sokkal előnyösebb az, amikor a léc fölötti áthaladást kihasználja. Ő az első, aki a mai flop technikának, amelyet Dick Fosbury 1968-ban, 60 évvel később tökéletesített, és amellyel világcsúcsot ugrott, olimpiai versenyt nyert, ő ugyanezt a technikát tehát alkalmazza annyi különbséggel, hogy nem oldalról futott neki, hanem szemből futott neki, és hogy előre haladva fordult át a lécen homorítással. The Fosbury flop had become the standard method of jumping in this great Olympic sport. 1908, London, ötkarikás játékok. Már előtte ismét országos rekordot döntött Somodi, amikor 184 centit ugrott. Itt tulajdonképpen nem csak maga az eredmény, hanem a stílus, a készség és biztonság az, amely annyira imponál. Jegyezte fel eredményéről és ugrásainak stílusáról a Nemzeti Sport cikkírója. Úgy látszik, hogy Somodi még nincs formája tetőpontján, s a londoni olimpiáig még nagy javulás várható. Reménykedtek a szakértők. Mindezek ellenére Somodi nem számított az olimpiai érem esélyesei közé. 1908-ban ugrott új országos rekord arra figyelmeztette a specialistákat, hogy Somodi igen komoly esélyekkel indulhat Londonba.
Ennek ellenére őt nevezték, de nem tartották favoritnak, sem nemzetközi szinten, sem a magyar csapatban. Somodi Londonban viszont megmutatta, hogy az új stílusa és az új eredménye és az eredményei egyáltalán nem véletlenek. A délelőtti selejtezőkben simán tovább jutott, majd délután a döntőben ő maradt egyedül versenyben az amerikai Porterrel. Végül az amerikai Porter 191 cm-es ugrással győzött, Somodi pedig második lett, eredményének érdekessége viszont, hogy végig harcban volt az amerikaival, és egy egész stadion drukkolt neki, hiszen akkoriban 1908-ban az angolok semmi szín alatt nem drukkoltak a Yankeeknek. És miután 188 cm-nél sikeresen teljesítette a magasságot, 191 cm-nél is volt egy gyönyörű ugrása, és amikor már teljes testével átjutott, kezével egy kicsit hozzáért a léchez, a léc pedig leesett. Ha az meg lett volna, lehetett volna aranyérem is, hiszen az akkori szabályoknak értelmében nem az számított, hogy hányszor ugrott egy sportoló, hanem az utolsó elért legmagasabb eredmény. A magyar sportsajtó is értékelte Somodi egyéni teljesítményét. A budapesti újságírók elsősorban eredményéért lelkesedtek, a kolozsváriak pedig büszkeségüknek adtak hangot. A Magyar Hírlap szerint Somodi a régi Beac magasugró gárdából való, az úgynevezett Gönczi iskolából. Eleinte oldalról ugrott, de később áttért az egyenesre, és ezzel érte el legszebb eredményeit. Már tavaly 183 cm-t ugrott, az idén a bajnokságot már 184 cm-es rekorddal nyerte meg, míg Londonban méltó ellenfelétől, Portertől 188 cm-es eredménye dacára kikapott. Az ő neve csillag a magyar sportegin, mint volt annak idején a Dáneré és Göncié. Somodi sikerét az egész város ünnepelte. Hazaérkezésekor az egyetemisták, a sportot szerető fiatalok és idősek egyaránt várták az állomáson, és a tömeg egészen a belvárosi kísérte. Somodit az alpolgármester várta, és kocsiában hozta fel egészen a belvárosig, ahol tiszteletére egy óriási vacsorát csaptak, és ez volt az a pillanat, amikor belátták a szakemberek, hogy van európai nívójú szakemberünk, van európai nívójú versenyzőnk, de nincsen európai nívójú stadionunk. Itt ülök azon a tribünön, amelyet 1911-ben építettek, és amely az első modern kolozsvári aréna volt. Somodi 1908-as olimpiai sikere után a város vezetősége végre belátta, hogy szükség van egy olyan európai nívójú stadionra, ahol egyaránt megtalálják helyüket a labdarúgók, a teniszezők, az atléták. 1911-re a sétatér végén felépült Kovács Gyula tervei szerint ez a gyönyörű 1500 férőhelyes tribün, mellette pedig az atlétika pálya és a középen a labdarúgó pálya. A tribünnek az érdekessége, hogy alatta hideg-melegvizes zuhanyzók voltak, minden kolozsvári sportegyesületnek volt különböző öltözője, emellett pedig létezett 6 teniszpálya, amelyet sajnos az 2011-es felújításnál számoltak fel, illetve létezett egy kis épület, ahol az egész komplexumnak az úgynevezett adminisztrátora lakott, és aki felügyelte mindezt. A sporttelep azóta is működik, először 1960-ban, majd 2011-ben kapott új arculatot. Viselte a John Molyna stadion, most pedig a kolozsvári aréna megnevezést. A régi 1911-es fatribünt aranyos gyéresre szállították, megtartva annak eredeti hivatását. Még ma is szurkolók tömegei használják, és egyáltalán nem biztos, hogy tudják, hogy a fadeszkák, amin ugrálnak, sporttörténeti fontossággal bírnak. A terveket Kovács Gyula a Ferencvárosi Tornaklubnak a mintájára készítette el, ezt is 1911-ben adták el át korábban, mint Kolozsváron, és amely akkoriban a legmodernebb magyar sportlétesítmény volt. Ezt a tervet ő tökéletesen tudta alkalmazni Kolozsvára, teljes szempontból megfelelt a kolozsvári elképzeléseknek, és Kovács Gyula személye olyannyira jó választás volt, hogy ő nem csak tervezett, hanem felügyelte a munkálatokat, az építészekkel együtt dolgozott, minden szempontból ott volt, hogy 1911. szeptemberére minden elkészüljön. Érdekességként az eredeti tribün 1500 férőhelyes volt, ez az új tribün pedig több mint 30-szorosa, tehát közel 40 ezer nézőt képes befogadni. Az akkori elhelyezés szerint ezen az oldalon állott a fatribün, körbe pedig álló helyek voltak.
Érdekességként elmesélném, hogy 1941-ben, amikor eldöntik, hogy a futballpályát felújítják annak érdekében, hogy a Kolozsvári Atlétikai Klub a magyar első osztályban játszhasson, 17 ezer gyepkockát, fügygyepkockát helyeznek el, és az 1500, ezeken a mérkőzéseken pedig az 1500 férőhely mellett körben több mint 10 ezer ember állott még, aki a mérkőzéseket követte. A londoni olimpia után Somogyi visszatért Kolozsvárra. Egyre kevesebbet versenyzett, általában a rangos nagy eseményekre utazott el a fővárosba. Nemzetközi sikerek sorát is elérte, többek között Drezdában 1911-ben egy olyan nemzetközi versenyen sikerült győznie, ahol az akkori Németország legjobb magasugrója nem ismert kiállni ellene. De hangsúlyt elsősorban a tanulásra fektette, 1912-ben befejezte jogi doktorátusát, emiatt kihagyta a stockholmi olimpiát, ezután pedig elsősorban jogi karrierjére koncentrált. Az első világháborút végigharcolta a fronton, ezzel végleg lezárta sportolói karrierjét, ezután pedig Kolozsváron maradt, ahol országos bajnokok sorát nevelte. A határok átrendeződése nem akadályozta meg Somodit álma megvalósításában. A kolozsvári atléták óriási sikereket értek el a 20-as, 30-as évek országos versenyein, köszönhetően Somodi István edzőnek, aki 1934-ben Brassóban átveszi II. Károly román királytól a Románia legjobb sportegyesületének járó díjat. Amúgy a román nyelvű szakirodalom Somodit az ország első atlétika edzőjeként tartja számon. Hiába sportolói sikerek, hiába sportvezetői, edzői sikerek, felújított stadion, a II. Világháború után koncepciós perbe fogták Somodit is, akitől megvonták a nyugdíját és megvonták a jogát, hogy sportlétesítmények közelébe menjen. Nagyon szegény körülmények között élt, nyugdíj nélkül, kénytelen volt rengeteg érmétől, rengeteg kupájától megválni annak érdekében, hogy a létminimumon tarthassa a családját. 1963-ban hunyt el, temetésére is csak néhány barát és sportszerető társ jött el, hiszen nagyon félt mindenki, hogy egyáltalán az akkori titkosszolgálatnak mi lesz a reakciója. És érdekesség, hogy évtizedeken keresztül féltették ezt a sírkertet, mivel meg voltak ijedve, hogy Somodinak nem lévén leszármazottja, a sírokat elvehetik és felszámolhatják, de megúszta, és ma pedig a Házsongárd Alapítvány vigyáz erre a sírkertre. Somogyi István 1885 és 1963 között élt Kolozsváron. A magyar atlétika megújítójaként, az első romániai atlétika edzőként, a világszerte használt flop stílus bevezetőjeként ismert. Az atlétikában nem csak sportolóként, de edzőként is kimagasló sikereket ért el. Ő egy igazi csillag a magyar sportegin.